Hello, hello, szia! Csoda szép napot, reggel, estét, bármikor is nézed ezt a videót. Nálam szokás szerint éjszaka van. Na hát egy elég dampos hétvégén vagyunk túl, Bitcoin, Ethereum, ugye leereszkedtek a támaszszintekre, még ugye az altcoinoknál különböző hírek hatására láttunk esést, és ugye ilyenkor általában az altcoinok jobban esnek, mint a Bitcoin. Én Denkler Miklós vagyok a Cryptomines-tól, minden nap elhozom neked a legfrissebb kriptóhíreket, technikai elemzéseket, altcoin, NFT, DeFi újdonságokat, hogy ezzel is edukáljunk titeket az internet óta létező leges, leginnovatívabb iparágról, a kriptovalutákról, amit tudjuk, hogy nem csak egy technológiai innováció, hanem a pénz evolúciójának a következő szintje. Na, kérek egy kövér lájkot, kérlek nyomd meg a lájkombot sok-sok szeretettel, és ugye ez fontos a YouTube algoritmusának, akkor ugye a YouTube megmutatja másoknak is ezt a videót, és iratkozz fel a csatornára, még nem tetted meg. Oké, menjünk, nézzük, mi történik a kedvenc buborékos csártunkkal. Előtte viszont nézzünk egy picit rá, hogy el kell azt is mondjam nektek, hogy amit itt elhangzik ugye ebben a videóban, illetve a csatornában, bármilyen formában, nem tekinthető sem pénzügyi, sem befektetési tanácsnak, ez mind edukálási célt szolgál, azt a célt, hogy egy alapinformációt szerezve tudjál menni, még több infót ki tudjál kutatni, és a saját pénzügyi helyzetedre egy jó kis stratégiát építs fel, és ezt a stratégiát, amit hozol döntéseket, a döntésekért vállalod a felelősséget, mert tudjuk, hogy az az ember lesz sikeres, aki vállalja a döntéseiért a felelősséget. Na hát így néz ki a kedvenc buborékos csártunk, ENC 30% mínusz, de tudjuk, hogy egy hónap alatt duplázott, úgyhogy megérdemlőd korrigál. Phantom Wi-Fi azért esik, mert André Krónje elhagyja a kriptoiparágat, úgy látszik, hogy egy picit kiégett, és nem megy nyaralni, vagy picit más dolgokkal fog foglalkozni, és látjuk, hogy egyéb kriptoeszközök is korrigálnak, különösen Luna, Atom, Osmosis, Ton, Celo, igazából mindegyik van, Harmony, mind-mind nagyon frankó projekt. De nézzük meg, hogy mit csinál a Bitcoin. Mínusz 1%, 39 ezer dollárnál, Ethereum ugyanúgy mínusz 1,3%, 2628 dollárnál. Menjünk tovább, nézzük a mai első hírünket, ugye Bitcoin benéz 39 ezer dollár alá, miközben ugye azt mondják a kereskedők egy része, hogy túladottá vált a Bitcoin, és hogy visszapattalhat. Ugye 38 ezeres szintet nézzük itt ezen a heti csárton, ugye itt vannak a nagyobb volumenű forgalom történt ezekben a zónákban, és a 38 ezer egy fontos támasz, így a heti gyertyánál is látjuk, és ugye itt van a makró csatornának az alja, illetve a makró csatorna teteje, ugye most az alján vagyunk. Hogyha 43.100 fölött zárnánk, az frankó lenne a további folytatást tekintetében, de nem fogunk ott zárni. Egyébként ugye nagyon sokan nézik az 50-es mozgóátlagot, napi csártunk, ugye ez 50 napot jelent, az is körülbelül itt a 30, hát az picivel följe van, 39.600 körül lehet, 700 körül lehet, ugye most éppen alatta vagyunk. Persze, hogy ilyenkor átmenetileg átszúrhatja, de jelenleg éppen alatta vagyunk, jó lenne, hogyha fölötte tudnánk zárni, a 200 napos viszont itt van a 49 ezer dolláros magasságokban. Ugye sok trading botot állítanak rá, hogy az 50-es mozgó átlagot kereskedje. Oké, ugye itt úgy tűnik, hogy túladottak vagyunk, jöhet egy pattanás, hát ez a pattanás nem jött el a 43 ezres szintekig, szóval addig akkor nincs nagyon értelme beszélnünk róla. Oké, a Bitcoin ugye elvesztette a 40 ezer dolláros támasz szintet, és ugye egy hetes mélységekbe esett az ár. Igen, ugye itt ezt megosztottuk a csárton is többször, hogy oldalazunk, lemegyünk, és úgy látom, hogy ugye ebből az oldalazásból is lementünk, szóval valójában frankó trend folytató alakzat volt, többen le is kereskedtétek, ugye majd mindjárt megmutatom, megosztottam délelőtt egy posztot, és akkor ugye aki tud elemezni, az tovább elemezte egy picit, és lekereskedte. Oké, ugye rövid távon pánik van a piacokon, itt a háborús helyzet és mindenféle stagfláció, gazdasági visszaesés és egyebek miatt, úgyhogy meglátjuk, hogy holnap hogyan megy tovább a piac. Na nézzük, milyen mély pontokra esett még le a Bitcoin, ami még megtartaná a bikás momentumot, és egy top elemző, Red Capital is beszél erről,
Ugyanarról beszél, amit előbb, hogy 43.100, illetve ez a 43.500 a zóna, ez fontos, illetve 38.000 zóna fontos, ugye ez megint csak heti csártól, és látjuk, hogy itt a heti gyertyák nyitás zárás ezeken a szinteken történt. És hogyha 40.700 alatt zár a bitcoin, akkor azt mondják, hogy belemegyünk egy a heti csárton egy ilyen beszűkülő háromszögbe. Egyébként, hogyha a trend lefele van, és ugye úgy néz ki, hogy a trend lefele van, a beszűkülő háromszög által mindig a trend irányában tör ki, az esetek 80%-ában, szóval nagyon esélyes, hogy ez lefele törhet ki, és hát elég durva, hát kb. Egy 30, mennyit adna ez, kb. Egy ilyen 30-32 ezeres célárat adna. Meglátjuk, az is lehet, hogy maga egy trendforduló alakzat történik ebben a konszolidációban, és a háromszög fölfele fog kitörni. Minden esetre 38 ezer dolláros az a szint, ami még a bikás mozgást tudja fölfelé támogatni. 38 ezeret törjük lefele, akkor már nem. Akkor ez a mostani konszolidáció átmenetileg megint negatív trendbe fordul. Nézzük azt az elemzőt, aki 2021-ben megmondta, hogy a bitcoin miként fog összeomlani, illetve hát, hogy mikor, miként fog esni az ára, hogy mit mond most. Úgy hívják az embert, hogy Dave the Wave, és ugye azt mondja, hogy nagyon-nagyon egyben látja mind a mikro és mind a makro kitekintésben, hogy a bitcoin idén elmehet 100 ezer dollárra. Ugye nézi a valamilyen érdekes MACD indikátort, igen, MACD-t néz, MACD crossovereket néz, feltételezem, és ugye néz gyertyákat, meg használ egy ilyen pont modellt, amit nem tudok pontosan, de egy ilyen modellt, és ez alapján ugye azt látja, hogy akár lemehetünk 25 ezer dollárig is, és onnan lenne egy nagyobb elpattanás, és utána 120 ezer dollárt ad az ő modellje, és azt mondja, hogy ugye a Bitcoinnál fut az a narratív, hogy mint egy alternatív pénzt is elkezdjék használni. Ugye ezt láttuk már így Ukrajna-Oroszország kapcsán, meg ugye, hogy menekül bele a pénz. Úgyhogy hirtelen itt ennyi, ugye itt a MACD-t mutatja még egy picit más formába, és ugye mutat egy nagy makrocsatornát, látjuk, hogy ez a nagy makrocsatorna itt éves távlatokban mindenképpen elég magas szintre prediktálja a bitcoin árfolyamát, de értelemszerűen most mondjuk a csatorna közepén vagyunk, szóval a csatorna alja, bárhogy is nézzük, de kb. 20 ezer dollárnál lenne, hogyha odáig lemegyünk, ugye itt látjuk a csatornáját, itt van a legalja, 18-20 ezer dollár, illetve 25 ezer dollárt lát. Következő hír, a Glassnode-nak a társalapítója ugye azt mondja, hogy a kínálati sok jöhet, hogyha ugye ez beteljesül, egyre inkább növekszik az esélye, hogyha bitcoin ára megindul, akkor kínálati sok jöhet. Ugye itt látjuk, hogy a nem likvid kínálat elkezd csökkenni, a likvid kínálat ugye elkezdett csökkenni, és az illikvid kínálat megnő. Ugye az illikvid kínálat azok a bitcoinok, amik nem igazából mozognak, és hogyha abból egyre több van, akkor ugye értelemszerűen, hogyha megérkezik egy bizonyos kereslet, akkor nincs annyi mennyiség, amit el lehetne adni, ezért fölmegy az ára. Nézzük a következő hírt. Egy Ethereum versenytárs, aki nagyon szépen, fényesen csillogott 2022-ben, egyébként nem egyet, hanem kettőt osztanak meg. Az egyik ugye az Atom Cosmos, amit ugye szeretünk, és azt mondja, hogy nagyon jó lehetőséget lát benne. Úgyhogy feltétlenül figyelemen fogja követni, ugye egy technikailag is elemzi. Egyébként azt kell mondanom, hogy egész szép oldalazásban van, ugye 2022 itt kezdődött, szóval valójában egész szép ez a momentum, amit itt fölment az Atom. Igen, ugye azt látja, hogy alacsonyabb idősíkon jól néz ki, és ugye az exponenciális mozgó átlagok bikásban váltanak hamarosan, és ugye maga, hogyha a bitcoin nem piszkít bele az ágyba, akkor ugye mehet szépen tovább, egyébként ugye lejjebb jönne azokra a szintekre, ahol volt. A másik a Luna, amit elemez, hogy 77 dollárnál látja azt a szintet, amíg a Luna visszajöhet, és ott van az, hogy sokan bemásárolnak Lunába. Ugye a Lunát néztük, meg szeretjük a Lunát, sokat szoktunk róla beszélni. Itt ugye pár nap alatt fölment több mint 80%-kal a nulla, majdnem csinált új csúcsot, de nem.
és ugye ő is az exponenciális mozgó átlagot nézi, illetve hogy itt Fibonacci-t használ, hogy a fölfutástól visszatesztjük, és látjuk, hogy a 61,8-as Fibonacci szintig lejött, úgyhogy a Fibonacci érdemes használni, mi is szoktuk, ezt ugye kifejezetten a kripto Basic és Pro tanfolyamon is tanuljuk, ott nem csak azt tanuljuk, hogy hogyan regisztráljunk be a tőzsdékre, hogyan védjük le a számítógépünket és a tőzsdeszámlánkat, hogyan tegyük biztonságossá, hanem egy kis technikai elemzés is tanulunk, ordereket bevinni, vételi, eladási, limit orderek, stop orderek, és persze megyünk metamaszkozni, DeFi-ozni, stékelni, és megnézzük, hogy hogyan lett több száz, vagy esetleg több pár száz százalékos jutalmakat kapatokat keresni a DeFi-ba. Na, hát következő hír arról szól, hogy Svájc nem csak az orosz bankszámlákat fagyasztja be, hanem úgy néz ki, hogy a kriptoszámlákat is. És ugye ez mire hívja fel a figyelmet, hogyha nem a te kulcsod, nem a te kriptod. Ha nem a Ledger Nano-n tartod a bitcoinodat és a kriptodat, ez a Ledger Nano X, az, hogy hogyan, hol lehet rendelni, ezt megtalálod a leírásba. Egyébként a Crypto Pro tanfolyamunkban benne van a Ledger Nano X telepítésének is a komplett útmutatója. Azt jelenti, és le is írják lent, hogy hogyha nem te tartod a saját elérhetőségeiden, a saját walletedbe, a saját által magad tulajdonolt private key, illetve 12 szóval a kriptodat, akkor ugye jöhet, és mint egy bank, vagy egy harmadik fél bezároltja. Ez lehet az is, mert a te országod politikusai éppen háborút indítanak, vagy valamit olyasmit csinálnak, ami miatt másik országnak ez nem tetszik, úgyhogy ez a legjobb, hogyha Ledger Nano tartod. Azok az oroszok, akik Svájcban menekítettek rengeteg pénzt, kriptoszámlájuk is vannak ott, meg egyebek, meg bankszámláik, nem gondoltak arra, hogy a legjobb lenne, hogyha mindent kriptóban tartának, akár stablecoinokat, akár bitcoint, akár egyéb kriptot, és egy Ledger Nano X-en, mert akkor bárhova vihetik, és nem tudják tőlük így elkapozni, meg bezárolni. Egyébként az, hogy mondjuk egy sima orosz embernek miért zárják le a számlát, szóval ez meg az emberi jogok, szóval az, hogy van egy megkeresett, leadózott pénzed valahol, és azért, mert az országod háborúba megy, ahhoz neked mi közöd van, szóval nagyon nem tudok ezzel egyetérteni, de hát ilyenkor így működik ez az egész, úgy irracionális dolgokat is látunk. Na nézzük, az orosz invázió viszont segítheti a bitcoint, az ethereumot és a stablecoinokat is. Ezt a Bloomberg Intelligence mondja, hogy ez az egész konfliktus a bitcoin mind érettebbé teheti azon az úton, hogy egy globális digitális fedezetté váljon, és ugye itt mind az emelkedő energiaárak, és ugye maga a technológiai fejlődés abba az irányba mutat, hogy igenis a bitcoin iránt a kereslet növekszik, és egyre inkább az emberiségnek egy, hogy mondjam, az emberiség által használt egy jó dologá válik a bitcoin, és visszaszerzi ezt a szerepet, és ugye értem szerint nem az olaj lesz a mi digitális aranyunk, hanem a bitcoin. Oké, és ugye maga például megfigyelték, hogy ugye Ukrajnában, hogy elkezdték használni a kriptoeszközöket, hogy boldoguljanak, ugye tudjanak mivel fizetni, ugyanúgy használják az Ethereumot is, és a különböző stablecoinokat is, úgyhogy ezen valuták mindenképpen sokkal több felhasználásra számíthatnak, nem csak azért, mert menekül bele a pénz, hanem azért is használják őket, mert egyébként nem tudnak más használni. Ugye az oroszoknál is le van zárva a Visa, a Mastercard, nem tudnak bankkártyákat használni, szóval hiába van egy orosz banknál neki a rubelje ott a bankszámlán, egyrészt ugye leesett az ára 40-50%-kal, a másik meg, hogy nem működik a Visa kártyája, hiába szeretnék működtetni. Nézzük a következő hír. Amerikában Virginia szenátusa megengedi a bankoknak, hogy kripto letétkezelést hajtsanak végre, úgyhogy különböző bankoknak ugye 26 protokollja van, amivel ugye kockázatkezelést és a törvényi megfelelést tudják végezni, és valójában letétkezelést végeznek. Szóval ez az, amit előbb mondtunk, hogy ne tegyél svájci bankba, svájci kriptoszolgáltatóhoz vagy bankhoz kriptodat. Értem, szóval ez ugyanaz, hogyha itt ez a bankban te ott őrzöd a kriptodat, akkor utána le tudják zárolni. Szóval, hogyha egy orosz ügyfél vagy Amerikába, akkor ott is lezárolják. Szóval ez csak egy érdekesség, hogy a bankok is mennyire jönnek a kriptoban, de értem szerint te, aki egy kicsit képzed magad, jössz, tanulsz,
nem sajnálod az időt és az energiát, hogy tanuljál, te LedgerNano-t használsz. Gyere a Pro képzésre, és ott megtanult, hogy hogyan kell. Dél-Korea egy saját NFT Metaverse projektet indít, 187 millió dollárból, és ez ilyen kormányzati szinten kormányzat. Szóval ez nem egy kis projekt, hanem a kormányzat indítja ezt, úgyhogy ebből is látszik, hogy mennyire fejlődik az NFT Metaverse világ. Következőre arról szól, hogy egy Ethereum bálna 444 milliárd darab Shiba Inu tokent vesz, arra a hír, amit ugye már pár napja mondtam, hogy a Shiba Inu tokeneket el fogják égetni önkéntes alapon, ezzel kívánják az árat támogatni. Ez 12 millió érték dollárban vett ez a Ethereum bálna, ugye ez azt jelenti, hogy nagyon sok Ethereumja van, és ezért az Ethereumért vett 12 millió dollárból Shiba Inut, úgyhogy gyere és tájékozódj a Shibáról. Egyébként a Shiba Inuban ugye van egy Layer 2 fejlesztés, egész jó a DeFi fejlesztésük, szóval azt kell mondanom, hogy még a közösség a végén egy egész jó kis projektet csinál belőle. Na hát a kripto közösség üdvözli az Ethereum ZK Sync tesztnetet, ugye ez a ZK Sync ez egy rollup, valójában ez is egy Ethereum Layer 2 megoldás, és itt fantasztikus airdropokat várhatunk, úgyhogy egy picit bele kell néznem, hogy a ZK Sync-et hogyan tudjuk használni, akár itt a tesztneten, mert az azt jelenti, hogy ha azt használjuk egy picit, akkor több ezer vagy több tízezer dollárnyi értékű token airdropban is lehet részünk. Akkor nézzük, miért esett a Wi-Fi és a Phantom. Azért, mert Andrej Kronje és fejlesztőtársa Anton Nell elhagyják a kriptoiparágat. Na hát a Phantomnak nem nagyon kellett volna esni, mert a Phantomnak csak annyi köze van hozzá, hogy a legutóbb, amit fejlesztettek, a Solidly tőzsdét, azt a Phantomon fejlesztették, de a Wi-Fi meg az összes többi az ömében egyébként Ethereumon épült applikáció. Összesen 25 applikációt építettek, és ezt április 3-ával lezárják. Yearn Finance, Keep Free Network, Multichain, Chainlist, Solidly, stb. Szóval amit ebből én látok, hogy a Phantomot szerintem nem, szóval a Phantomot szerintem túlzottan is leütötték, mert nem Andrej Kronje projekt, csak ezen fejlesztettek, szóval most azért az Ethereum nem fog esni, mert Andrej Kronje elhagyja. A másik, hogy ugye ezen protokollok, amiket ott mutattunk, akár a Yearn Finance-t is, vagy a Solidly tőzsdét, valószínűleg tovább fogják működtetni mások, ezek nyílt forráskódú DeFi applikációk, Web3-os applikációk, és ezeket más csapatok lehet, hogy jönnek és nagyon szívesen tovább fogják üzemeltetni, és ne felejtsük, hogy nem csak Andrej Kronje és az Anton fejlesztett ezeken a protokollokon, ők az alapítók, ők a fő fejlesztők, de itt dolgozik több 50-100 ember ezeken a platformokon, úgyhogy van ott egy csapat, és feltételezem, hogy ők ezt valamilyen formában tovább fogják vinni. Meglátjuk. A Phantomról továbbiakban is úgy vélekedek, hogy ez egyik legkomolyabb DeFi projekt, ugye itt elég volt csak látni a Reaper Farm, Tomb Finance, Spooky Swap, Beethoven Swap és az egyéb Phantom projekteket. Na, ha már itt vagy, akkor feltétlenül gyere és látogass el a corion.io-s linken erre a weboldalra, ahol fel tudsz iratkozni a gratis webinára. Pénteken tartottunk egy nagyon sikeres gratis webinárt, és fogunk hétfőn, azaz március 7-én hétfőn este és 18 órakor úgy tudsz részt venni, ha itt lejjebb görgetsz és megadod az e-mail címedet és a nevedet, és akkor meg fogod kapni a Zoom linket, ugye Zoomon tartjuk. Itt fogunk beszélni mindenről, a pénz kialakulásáról, jelenéről, jövőjéről, az aranyról, az adósság alapú pénzekről, rendeleti pénzekről, pénznyomtatásról, bitcoinról, a különböző új kriptonarratívákról, NFT-kről, metaverse-okról, és hogy ez az egész világ, milyen az internet hogyan alakul át, és hogyan, miként fejlődik ez az egész kriptopiac. Gyere, fogunk regisztrálni egy valetet is, illetve mindenképpen szükségünk lesz egy önként jelentkezőre, akivel ezt a valet telepítést meg tudjuk tenni. A telefonon legyen letöltve a Zoom, mert ott fogjuk ezt az egész kriptovaletet letelepíteni, Zoomon megosztva, és aki jelentkezik önkéntesen, ő 3000 forint értében kap majd kripto ajándékot, úgyhogy gyertek csak bátran. Gyere, látogass el a Twitterre, kövess a kukacpiklos.dentler, itt rengeteg érdekes tweetet
megosztó, úgyhogy itt van például egy dupla aj, hasonló a csend, mint 2019-ben, és ugye itt van egy nagyon érdekes thread, hogy az altcoinok hogyan fogják a bitcointól, hogyan fognak elválni, és hogyan fog altcoin szezon jönni, illetve itt van ez a 100 ezer dolláros bitcoin előrejelzés, és ugye azt is megosztják itt, hogy Mexikó úgy néz ki, hogy követi El Salvadort, és jön a kriptoba. Én most nem jelentkezek be, te mindenképp regisztrálj egy Twitter fiókot, gyere, lájkold és oszd meg ezeket a twitteket, ez mind-mind nagyon a segítségedre lesz. Oké, látogassunk el a Telegram csoportunkba, ugye itt vannak különböző csártok, nézzük meg, hogy a Phantom, ugye van pár fontos dolog, amit itt ma megosztottunk. Igen, itt volt egy, hogy a Bitcoin hogyan mozog. Ugye itt beszéltünk, hogy valószínű, hogy egy trend folytatás lesz, és folyamatosan esünk tovább, és ugye, hogy itt, hogyha elkezdünk esni, akkor ugye az továbbiakban is fog lejjebb jönni, mert folytatjuk a trendet. Itt van, aki ezt szépen megsortolta, illetve azt gondolom, itt a 38 ezernél itt meg longoltunk, úgyhogy visszajött utána 39 ezerig, ez mindenképpen jól alakult, aki benne volt. Itt van egy Wonderland Time VMMO fontos update, feltétlenül nézd meg, ezt lehet, hogy ki is pinelem. Ez azért is fontos, mert hogy aki benne van, most eldöntheti, hogy részt akar-e venni a... Igen, hogyan pinneljük? Így kipinneljük. Hogy részt akar-e abban venni, hogy ugye a Time Wonderland-től meg tud válni, és most éppen állam nincs nyitva szerintem, de mindjárt megnézzük, hogy máshol nyitva van-e, nincs nyitva máshol. Szóval el tudja adni a VMemo-t vissza a cég, a Treasury-ből visszaváltja, és a backing áron, azaz azon az áron, ami most kb. Ez a 27-30 ezer dollár körül van, fogják megkapni a VMemo-ért. Az a lényeg, hogy ezen a linken hozzácsatlakoztatod a valeteret, és hogyha az igenre szavazol, akkor whitelistingre kerülsz, és utána be tudod majd váltani. De még akkor is, hogyha az igenre szavaztál, nem vagy köteles beváltani, de legalább fönn vagy a listán. Ha viszont nem szavazol egyáltalán, vagy éppen a nemre szavazol, akkor nem fogod tudni eladni, ha mégis úgy döntesz. Szóval érdemesebb a yes-re szavazni, max nem váltod át. Az, hogy most érdemes-e ezt a backing price-on átváltani, vagy nem, ezt mindenki döntse magának, én hiszek a projektbe, azt gondolom, amit a Daniel Sesta eddig tett, amiket láttunk ugye a Spell-lel, láttunk ugye Abracadabra Money-ban, láttunk a Meme Stable Coin-nal, láttunk ugye az André Cronje közös tőzsdében is, ugye, főleg az elején ugye részt vett Daniel. Én azt gondolom, hogy azzal a modellel, amivel a Wonderland tovább akar menni, hogy különböző projektekbe fektetnek, és abból keletkező bevételt, DeFi-ból keletkező bevételt növelik a token értékét. Én azt gondolom, hogy ez a modell izgalmas ahhoz, hogy egy ilyen komoly próbát megéljem, legalábbis nekem, vagy megérjem. Oké. Jó, itt vannak egyéb csártok, ugye Frankon csártoltok ti is. Igen, ugye Phantomról beszéltünk, hogy mit látunk a Phantomba, ezt majd mindjárt ránézünk. Illetve ugye Tamás csártól nagyon ügyesen Ethereumon. Azt gondolom, hogy azért nem egy cup and holder, mert ez túl rövid itt ez az időszak. Cup and holdernak hosszabb időszak kell, és hogy ez egy fordított cup and holder lenne egyébként. Oké. Amit még van, feltétlenül ugye az egyik pinelt üzenetek, itt lesz a gratis webinár, akkor ezt átállítjuk, ugye, hogy ez nem pénteken lesz, hanem ugye hétfőn, és hétfőn az 4.-7-e, és hétfő. Jó, ha voltál már gratis webináron, akkor még az ismerőseidet küld el, akiket szeretnél behozni a kriptóba, mert nagy valószínűséggel bele fognak szeretni. Általában minden nap van Daxio tájékoztatónk, ami egy Metaverse online játék projekt, fantasztikus lehetőségekkel, és hozzá lehet jutni a tokenjeikhez, mielőtt még a piacon lehetne kereskedni. Gyere és nézd meg, hogyha ez érdekel, illetve kattingass itt még végig. A Strongról fogsz információt találni, jelenleg dolgozunk azon, hogy a jelenlegi Strong blokk
node pool átalakul egy univerzális node pool-lá, illetve ha a csapat ezt nem szavazza meg, akkor is indul egy univerzális node pool, ahol a strong mellett egyéb nódokat is vásárolunk, és ugye ebben a közös node projektben tudsz részt venni azzal, hogy ráérsz Eva Mamacitára. Itt általában a többi stronghoz hasonló nódok is, általában ez a napi 0,81, néha 1%-nál többet hoznak, szóval azt lehet mondani, hogy kb. 100 nap alatt visszahozzák az árukat, szóval 100 nap alatt kitermeli saját magát. Eva Mamacitának ugye úgy tudsz írni, hogy Eva Mamacita. Oké, hogyha Strong Node-ban benne vagy, akkor feltétlenül nézd meg az e-mailt, amit kaptál, és gyere, még kedden lesz egy zoomos szavazás, zoomon rögzítjük a szavazásokat, és utána összesítjük és számoljuk ki a szavazatokat. Ha meg az új nódokba szeretnél jönni, akkor így Eva Mamacitának is küldi majd az információt. Az új nódok ugye más node projektekre fognak koncentrálni. Oké, feltétlenül nézd meg a hasznos linkeket, itt ugye találsz tőzsdelinkeket, találsz egyéb hasznos dolgokat, mindent, amit a kriptóban használunk, azt itt megtalálod. Hogyha ezeken a linkeken regisztrálsz, akkor kedvezményeket is kapsz, ingyen bitcoint is kapsz, és plusz-plusz extra lehetőségekben lehet részed. Oké, nézzünk el egy picit tovább. Ugye vannak a Eva World szignálok, amit ugye egy félig mesterséges intelligencia és ugye emberi erőforrással közösen szűrik az új Binance Smart Chain projekteket, és ugye ezek a projektek kerülnek fel az Eva World platformra, ahol ugye MetaMaskot hozzácsatlakoztatva egy gyors vételi, gyors eladási funkció van, már listázni tudja az összes tokenedet, szóval valójában van egy ilyen Web3-os kis applikációjuk, amit már lehet használni, illetve ugye itt jönnek a szignálok, amik ma jöttek, nézem, hogy melyikeket csináltam ma, az ARK, meg az Easy volt szerintem, ami ma jött. Ugye ilyen formában jönnek ezek a szignálok. Március 6-a van, és igen, az ARK, azt szerintem azt néztem. Ugye kimásolod a linkjét, itt mindent meg tudsz nézni, ezek mind linkek, meg tudod nézni, Eva World is ugye ugyanott megnyílik, és ugye mész, és nézzük meg, hogy ez például akkor hogyan teljesít. Ugye általában ugye az új projektekre az jellemző, hogyha előtte volt egy pre-sale, vagy ilyen private sale, akkor általában ugye eladják a tokeneket, és ezzel lenyomják az árát. Ha nem volt, akkor meg, ahogy elindul egy projekt, akkor fölkapják az árát. Ugye itt most ez szerintem perces csárton vagyunk. Igen, perces csárt, ugye mindig perces csárton indulunk el, és ugye ott látszik, hogy ez itt indult, körülbelül ugye akkor a csapat nézi szokt, hogy hol vegyen bele, ha mondjuk itt belevettek 2800-nál, akkor ahhoz képest nézzük meg, hogy ugye fölment 3004-ig, durván ugye egy 50%-os plusszal ment föl, illetve volt ez az Easy NFT szerintem, ami még jobban mehetett. Easy NFT, az mikor jött? Top G. Mert az jó. Jó, az Easy NFT-t most nem találom. Az a lényeg, hogy ugye erről jönnek egyébként alertek is. Hol van az alert? Itt van az alert. Jönnek ugye alertek is, hogy egy-egy coin hányszorosára ment föl. Ez azért jó, mert akkor kapsz értesítőt, például a SAFU fölment ötszörösére, Tinder akármi is fölment, DAO, ARK fölment, nézzük meg ezt a safut, ötszörösére ment föl, ez szerintem pár napja jött. Az a lényeg, ugye, hogy itt van egy nagyon frankó kis közösség, és ők ezt mindig egymás közt meg is beszélik, hogy elemezik ezeket a csártokat, elemezik a projektet, látjuk, ez a safu, ez egy komolyabb projekt, 53 millió dolláros market cap-el, nézzük meg, hogy ez mikor indult, nézzük inkább egy óráson, mert ez ugye azt hiszem pár napja indult, és ezt szerintem néztük, gyönyörűen megy fölfele, és ugye ez amikor elindult, akkor itt ez a 20-25 dolláron volt, most 150 dollár, szóval ezzel frankó lehet többszörözni, és ugye erre jöttek a szignálok, és ugye maga a csapat ugye ezt egymással meg szokta beszélni ebben a chatben, ahol egyébként mindent ők megvitatnak, megbeszélnek, és mindenféle segítséget megkapsz itt, és ugye mindenki egyébként, ugye vannak NFT-k is, úgyhogy itt ugyanúgy lehetsz NFT tulajdonos,
Na, ennyi volt így mára így röviden. Nézzük meg, hogy mit mutat a chart, mielőtt befejezzük a mai videót. Ugye érdekes a piac, már pénteken esett, és ugye ilyenkor hétvégén is mindig maradunk esőben. 39.100-nál van a Bitcoin, ugye ez a 40.000, 42.000-es korábbi támaszt ezt elvesztette, és visszaestünk a 38-39.000-es támaszra. Ugye ezek minden napi gyertyák, én azt látom, hogy a napi gyertyák itt nagyon szépen tartják, ugye 1-2, ez már a harmadik napja, hogy akkor ez a 39.000 fölött zár a gyertya, jó lenne, hogyha mai nap is fölötte zárna, de nézzük rá például, hogy egy hetesre, hogy a heti gyertyánk az hogy fog zárni, de a heti gyertyánk jó eséllyel zárhat zöldbe, mindaddig, amíg 37.700 fölött vagyunk, zöldben zár a heti gyertya, és napi csárton is szerintem egész jól nézünk ki, úgyhogy mindaddig, amíg magasabb magasságokat és magasabb aljakat tud építeni, addig ez a konszolidáció egy egészséges lehet, de ugye az is lehet, hogy itt több hétig oldalazunk még ebben a szintben, és ugye benne van a pakliból, hogy lejöttünk 36.000-re is. Felfele ugye mindenképp ezek a korábbi támasz, ellenállás szintek, ezek ugyanúgy ott vannak, hogy ezeket a szinteket nézzük. Nézzük, hogy akkor mi történik az Ethereum-mal. Ethereum ugye 2600 környékén, egyébként az Ethereum-ot is nagyon jól lehetett trédelni. Rövidebb idősíkon ugye 2006-nál venni, 2600 alatt venni, fölötte ugye eladni. Ez egy ilyen kis swing trade-ek mentek. Ethereum ugye nem ment annyira föl, ugye, mint a Bitcoin nem ment föl erre a 3200-ig, hamarabb visszafordult, és maga chartban ezek a magasabb aljak kevésbé kivehetőek, de azt lehet mondani, hogy a 2550-2600 szint fontos, és jelenleg tartja az Ethereumot. Lefele, ha ezt törnénk, ugye Tamás, amit itt rajzolt, akkor ugye egy órás idősíkon, ami szerintem nem csésze, fordított csésze alakzat, mert szerintem ez túl rövid, de ha ezt a nyakvonalat törnénk, akkor mindenképp ugye 2003 lenne a következő horizontális szint. De azt gondolom, hogy ha Bitcoin nem törik le, akkor az Ethereum sem fog. Nézzük meg, hogy mit csinál a Phantom. Ugye jelentősen oda csaptak neki. Igen, ugye Phantom volt egy kitörés, törtük ezt a trendvonalat, frankon kitörtük, viszont ugye most ezzel alá törtünk, szóval ez a kitörés akkor ez kútba esett. Szerintem inkább egy ilyen dupla alj van kibontakoztatóban. Itt én 1,4, 1,2, 1 dollár között én vásárolnék. Ugye azért így a csapatunkkal, mert a Phantomot nagyon jól lehet DeFi-ban forgatni. Nagyon frankó DeFi jutalmakat lehet elérni, ugye lehet több 100%-ot csinálni. Amikor elindult a Solidly tőzsde, amit ugye most André Cronje abba hagy, az első napokban ott volt, hogy 5000-2000%-os rewardokat lehetett csinálni, és ugye ezek rewardokról időnként ugye a Patreon csatornánkon is szót szoktunk ejteni. Feltétlenül látogass el a CryptoMinds Patreon csatornájára, ugye itt van az, ahol egyéb kriptotudásanyagokat osztunk meg. Itt van, hogy tudod támogatni a csatornánkat, ugye napi videókat és egyéb tevékenységet, egy 7 eurós feliratkozással, illetve a felfedező és a kriptoproba egész komoly tartalmakat kapsz, amivel még inkább tovább tudod magad képezni, illetve ugye még több lehetőség itt nyílik meg. Ugye a próban a DeFi farmoktól, altcoin chartokig, fundamentális elemzésekig, livestreamekig, ahol élőben tudunk beszélgetni, a képzésekből kedvezményt kapsz, illetve olyan képzés, amit ajándékba adunk, illetve a partnereink, mint a Global Crypto Trend technikai elemző csapat tagságából 30% kedvezményt, az Evaverse Signalban, amiket előbb néztünk, 25% kedvezményt, rengeteg hasznos ajándék. Ha te vállalkozó típus vagy, vagy komolyabb befektető, és tanulni szeretnél, akkor meg ez az 1x1 coachinghoz hasonló elit programban tudod megtenni. Oké, akkor nézzünk még vissza a chartra, még a Lunát akarom megnézni, hogy a Luna mit mutat. Ugye Luna, Terra Luna. Igen, hát a 77 dolláros szint ide 77. 77 dollárra várjuk. Ugye amit ott az az elemzőnk benézett, ugye Fibonacci-t húzta föl. Fibonacci-t húzott föl innen.
Oké. Nem. Jó, nem ezt akartam. Igen. Szóval 61,18 gyönyörűen vissza tesztelve, most a 66 is, 66 is tesztelve. Következő szín 0786. Igen. Ugye ez is következő Fibonacci szint, és ugye itt volt mozgás, itt volt ez a zászló alakzat. Hogyha most itt látjátok, 70, 76,5, 77 dollár mindenképpen, és itt volt ugye ez a korrekciós, azon, hogy ennek a tetej vissza fog jönni, szóval 77-78 dolláron én elkezdek lunát vásárolni így a céges számlára, és ugye nézem ezt a trendvonalat, amikor ez fölfele tör, akkor még inkább ráveszek, de itt elkezdek fölhamozni, mert a lunán is frankó DeFi van, amiről ugye a Patreon csatornán be fogunk számolni. Örülök, hogy itt voltál, köszönöm szépen, hogy megnyomtad a lájkot, ezzel támogatod a csatornát, iratkozz fel, és várunk szeretettel a Telegram csoportunkban, megtalálod ugye a linkjét a leírásba, és holnap találkozunk. Sziasztok!